Sziasztok! Épp bevetésem vagyok. Végre megérkeztünk a Dark Ore hajójára, amivel eljutunk a főhadiszállásra. Sziasztok! Úgyhogy most meg fogjuk nézni ezt a csodálatos főküldetést. Végre jutottam idáig is 16-os szinten, azért az elég gáz egyébként. Szerintem lehetett volna valamivel korábban is, de mindegy, ez az én hibám. Ahogy is az én hibám, mondok itt hülyeségeket már. Na. Viszont mindjárt szintet lépünk, ami azért jó, mert reménykedem benne, hogy lassan Eponát is megnyithatom. Úgyhogy megnézzük, hogy mennyit felejtettem itt az évek során, mert körülbelül 4 éve nem csináltam főküldetéses feladatot. Úgyhogy fogalmam sincs már, hogy mit kell pontosan csinálnom, de majd mindjárt kiderül. És hát érdemes minél gyorsabban haladnom ezekkel a feladatokkal, mert soha nem leszek 20-as szintű. Ez az egyik, a másik meg sose fejezem be a fő történetet. Tessék, szóval ezt a lovat szállítjuk. Jó, vidd el a bárkára a konténerbe, és szólj, ha elkészültél, hogy a bárka elindulhasson. Siess, vidd a paripát a fedélzetre. Fedélzet. Jó, oda be. Jó. Nekem meg, hogyha minden igaz, akkor be kell bújnom. Oké. Ha minden igaz, be kell bújnom a izébe. Integessé, more. Na, azért mondom, meg kell bújnom egy hűtőszekrénybe, hogy mi a fene az. A mókusom ott maradt! Hello! Aj, gonoszok vagytok. Hol kell menni? Itt. Vah. Elvitték a mókusomat, ez nem ér. Oké, a ló konténerben van. Már csak a többi kacatot kell feltöltenünk. Viszlát, kislány. Elvégezted a feladatodat. Most menj, ne áldogálj itt. Menj, menj innen. Jó. Ide belopózok hátra. Oké. Várakozok. Várakozó állásponton várok. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate. A konténer, ami a lovadat szállítja, üres. Meteor Fate-et már elszállították máshová Dark Ore olajfúró szigetén. Meg kell találnod a lovad és Justint. Észre ne vegyenek és erre kapjanak. Oké. És hogyha jól látom, akkor 47 000-nél lesz a következő szintváltás, tehát ezzel a feladattal meg lesz a 17-es szint. Mújjal a rekeszek mögött, hogy ne vegyenek észre. Jó. Ide gaguljak. Így. Na, gyere vissza, Mó. Sose szerettem egyébként, azt leszögezem. Sose szerettem, mert mindig elrontottam. Hát nyilván mi másért ne szeretném, ugye? Most ez mi? Elbújtam. De rossz. Na, még egy oka, miért nem szeretem. Jó, akkor kezdjük előre. Már nem értem most ezzel mi volt a gond, jó, megint elkaptak. Látjátok, kijöttem a gyakorlatból. Mindegy. Meg egy párszor elkaphatnak bőven. De rondák ezek a bácsik. Nem értem, mi volt a probléma egyszerűen. Nem fér a fejembe, hogy mi lehetett a gond. Aha. És most? Na jó van, most megint elkapnak, hogy mit csinálják. Jó van.
A gyerekek, ez nehéz szülés lesz. Ez nem volt egyszerű, de túléltem, és itt vagyok végre. Kicsit elfelejtettem, nagyon-nagyon-nagyon elfelejtettem már, hogy hogyan kell menni, de ez nem számít, mert itt vagyok. A lovadat és Justint is megtaláltad. Justin éppen beszélget, még senki sem látott meg, talán kihallgathatod a beszélgetést. Oké, és a szintet is léptem, tessék. Nem tudom felfogni. Justin, hogy érted azt, hogy ez nem a te lovad? Nem értem, valami félreértés lehet szó. Annyit biztosan tudok, hogy az ott nem az én lovam. Nem, észrevettük, és nem rendelkezik azokkal a remek gonosz képességekkel, amelyeket Peebozytól kellett volna kapjon. Ez csak egy közönséges gebe. Sőt, talán egy kicsit gyengébbnek is tűnik, mint egy rendes ló. Csak nem beteg. Jessica, úgy érzem, ebben a lóban van valami titkos... Mi?
Ebben a lóban valami titkos erő rejtőzik. Nem beteg, csak valami nincs rendben vele. Érzem az energiáját, de nem olyan, mint amire számítottuk. Hát ez elképesztő. Annyi energiát és pénzt fektettünk abba a píboszorkányba, mégis van képe átverni és elküldeni nekünk ezt itt. Várcsak, nem hiszem, hogy pívert ad bennünket. Mindig hűségesen szolgált minket, és már számos sötét lovat adott nekünk. A Dark Court senki nem hagyja cserben. Valami tévedés történhetett, és sürgősen meg kell tudnunk az okát. Ez nagyon gyanús. Ismerősnek tűnik ez a ló, csak nem tudom honnan. Kissé ködös az emlékezetem. Valahol láttam már, de hol? Miután csatlakoztál hozzánk és megismerted a helyes oldalt, azaz a sötét oldalt, lehetséges, hogy elfelejtetted a múltad egy részét. De semmi baj, unokám, minden rendben lesz. Különben is kinek van szüksége azokra az emlékekre? Azon kívül, hogy Justinnak nincs sötét lova, még azt sem tudjuk, ki lenne alkalmas a negyedik sötét lovas szerepének betöltésére. Négyen kell legyünk, méghozzá mielőtt azok az átkozott druidák megtalálják a négy idióta léleklovast. Nyugodj meg, Jessica, nyugi, amikor Silverwoodben jártam, semmi sem utalta arra, hogy Liza vagy Anna nyomára bukkantak volna. De Lindát megtalálták, nem igaz? Az ő eltűnését nem tudtam olyan elegánsan megoldani, mint Liza és Annét. Egyel több vagy kevesebb, mit számít? És ha nincs ott az újonc, soha nem találják meg Lindát. Vagy is hívják? Azt az istálló lányt, aki Morlandra érkezett? Quinn, már emlékszem, és az az ő lova! Jaj, na persze. A zavart érzek a sötét erőben, ilyen. És csak is a druidák műve lehet. Nézd, valaki van a függöny mögött! Éreztem, hogy valaki jelen van még. Mit akarsz? Kiszabadítani engem? Engem nem kell kiszabadítani! De csak még nem tudod. Csatlakoztam a nagyapámhoz és a sötét oldalt szolgáló. Menj innen, de azonnal. Menj már! Hát amúgy hozzá kell tennem... Hoppa, most mit csinálok? Hozzá kell tennem, hogy... Ez kicsit Star Wars feeling. Lopak, hogy ki innen, legyen nagyon gyors, most Justin nélkül kell elmenekülnöd. Tartsd készenlétben a jelzőrakétát. Amikor kijutottál a megfelelő helyen, használd a jelzőrakétát, így Bruce kapitány a segítségedre tud sietni. Amúgy ez tök jó, mert lopak, hogy ki innen, de mindenki tudja, hogy én hol vagyok, úgyhogy... Úgyhogy futás! De nagyon gyorsan húzzuk innen. Futi, futi! Futi, futi, mert elkapnak a gonoszok. Mondom, elkapnak a gonoszok, és nem is jönnek utána. Senki nem is jön utána, milyen komi van. Hopp! Nem értem, amúgy. Rejtély, számomra ez az egész! Nincs is ekkora hely ezen a valamin. Oké. Jó van. És hogyha a karakteremnek mondjuk tériszonya lenne. Ezt a gyerekek, én ezt hiszem elrontottam. Tökéletes hely, add le a vészjelzést, jó. Jó. Ugorj át! Most ilyenkor mi van? Tehát lazán átfuthatok közöttük, nem érdekli őket. Bezzeg, amikor szerettem volna, hogy ne érdekelje őket, akkor érdekelte őket. Bum! Menj már oda! Á, gyerekek, hát így nem lehet... Így nem lehet győzelmi sikítást előadni, hogyha nem elég hiteles. Tehát ha nincs, amiben győznék, mert elakadok, akkor nem lehet győzelmi kiáltást végrehajtani, kérem szépen. Hajóút végén Morlandben és Spartak Bruce kapitány folytatja útját a halászokba. Jaj! Azt a mindenit. Visszatértél! Mesélj a kalandodról! Justin Morland, frissítve napul. Micsoda kalandban volt részed? Le vagyok nyűgözve a hősiességettől, és hogy milyen bátrak vagytok Meteor Fate-tel. Tehát Mr. Sands és két sötét lovas él az olajfúró szigeten. Bárkor titkos főhadiszállásán, és Justin kijelentette, hogy nem szeretne visszajönni. Talán nem volt más választása. Mit tanultunk még ebből? Nem tudom. Így igaz, bebizonyosodott, hogy Darkor áll Liza és Anne eltűnése mögött. Tudjuk, hogy meg akarják gátolni, hogy összehívjunk négy léleklovast. Azt is tudjuk, hogy négy sötét lovast próbálnak szerezni, és nagyon sietnek. Justin most már egy a négy közül. Ezt érdemes végig gondolni. Jól meg kell terveznünk a következő lépést. Meg kell vitatnunk Frippel és a többi druidával. Hozom Lindát, te pedig szólhatsz Elizabethnek Verdélben, hogy minél hamarabb megtarthassuk a találkozót.
Oké, és 17-es lettem, és kíváncsi vagyok, hogy kaptam valami új küldetést, bár nagyon úgy néz ki, hogy... hogy semmi. Nulla. Nem kaptam új feladatot, úgyhogy most mérges vagyok és csalódott, és ott te vagyok zavarodva. Dehogy is. Na, akkor elmegyünk Valedale faluba. Muszáj beszélnünk el Elizabeth-tel. Nem tudom, miért beszélek így. Szerintem megőrültem. Na. Egyébként kellemes nosztalgia, így tudatában annak, hogy mi lesz a folytatás. Kellemes nosztalgia, beszélhetek Elizabeth-tel. Értem, Quinn, milyen borzasztó viszontagságokat kellett kiállnod, és milyen fontos információt szereztél. Azonnal meg kell tartanunk a druida megbeszélést. Lovagolj fel a spirál alakú úton, kövesd a napot, majd menj át a kapun, hogy a találkozóra éri. Pontosan ugyanúgy, mint a legutolsó alkalommal. Hát 50 XP-ér, abból az eget leszedem neked, ha kell. Na. Jaj, el sem hiszitek, mennyire furcsa nekem most ezt így végig csinálni. Amikor utoljára ezeket a feladatokat csináltam, a Veldél még nem így nézett ki. Tegye fel a kezét, aki ledöbben ilyenkor, mikor látja, hogy milyen volt a játék, amikor ő csinálta ezeket a küldetéseket, meg milyen most. Nekem egyébként nagyon furcsa. Tetszik, de furcsa. Egy kicsit így hiányzik így a régi. A régi situation-ök hiányoznak. Na, gyerünk, Fripp, csinálj valamit. Oké. Na, már le akartam szállni a lóról, de hát akkor most már mindegy. Fripp, beszélj. Beszélj, gyerünk. Szólalj meg, Fripp. Szia, Fripp, te még életben vagy? Nem gyengélkedel már? Na. Druidák és a léleklovasok újra együtt. Nehéz időkben sürgősen összehívó gyűlésekre van szükség. Quinn fontos hírekkel tért vissza kalandos küldetéséből. Rengeteg megtárgyalni valónk van. Véleményem szerint rendkívül meggondolatlan dolog egy ilyen erős éderi fényt idehozni a madári esztődombra. Mi minden történhetett volna? Quinn könnyűszerrel a sötétség boszorkányai kezére kerülhetett volna, és akkor lelkét elnyeri az árnyok birodalma. Tényleg ennyire korlátolt vagy? Quinn kiemelkedően magas szintű ereje, csak is áldást jelent számunkra. Elég a szívódásból, nem volt más választása, meg kellett szereznie az almát, és ezzel mi is tisztában voltunk. Sikerült neki, azonban bármilyen különlegesek Quinn képességei, meg kell tanulnia irányítani és fejleszteni őket. Hangsúlyt kell fektetnünk a kiképzésére. Most fontos témákat kell megtárgyalnunk. Nézzük tehát a tényeket. Alex, kérlek, foglald össze a részleteket. Igenis, Fripp. Tudjuk, hogy Justin Delcourt titkos főhadiszállásán tartózkodik, amely egy olajfúró szigeten helyezkedik el, Jorviktól délnyugatra. Quinn kihallgatott egy beszélgetést Mr. Sands, két sötét lovas és Justin között. Többek között arról volt szó, hogy Justin lova becsapta őket, amikor a sötét ló kiképzést kapott volna, még pedig Justin számára. Ezek szerint Justinból sötét lovas lett? Szerintünk igen, talán még nem teljes értékű tag, de nem akarata ellenére tartják ott. Nem hagyta, hogy Quinn kiszabadítsa, bár lehetséges, hogy ezzel csak Quinn akarta megvédeni. Ez azért van benne a szövegben, mert ez így van. Nem innen. Quinn úgy hallotta, hogy Mr. Sense valahogy manipulálta Justin emlékezetét, és így lehetséges, hogy Justin valóban nem önszántából lát be sötét lovasnak. Jól van, Justin tehát még nem teljesen menthetetlen. Talán nem. Hadd folytassam. Mielőtt Quinn hanyalt homlok menekülni kényszerült, még megtudta, hogy 4 sötét lovas szükséges ahhoz, amit meg kell tenniük, de egy lovas még hiányzik. És ezt a bizonyos dolgot azelőtt kell megtenniük, mielőtt a léleklovasok tennék meg. Mi az, amit a Darkor meg akar tenni, mielőtt mi tennénk meg? Nem tudjuk, miről van szó? Quinn már megfejtette rejtélyét. Igen, Quinn valóban arra szörnyű következtetése jutott, hogy a Darkor megpróbálja felgyorsítani a Garnok megidézésére irányuló törekvéseit a Star Riderek támogatásával. Na, a korona. El ne higgyétek. Ez csak hamisítás, de hogy... Ez lehetetlen. Sajnos igenis lehetséges. Léleklovasaink legfőbb kötelessége, hogy Garnok ellen harcoljanak. Ebből az következik, hogy a sötét lovasokat, mivel a léleklovasok ellen pulusai, valami összeköti Garnokkal. Darkor titkos terve mindig is Garnok erősítése volt, mivel arra akarják használni az erejét, hogy uralkodjanak a világon. Na, véletlenül raktam kis ablakba. Erre jó ideje rájöttünk. Semmi nem utal arra, hogy ezen bármi is változott volna.
Nem kockáztatjuk meg, hogy elveszítjük ezt a lehetőséget. Ez minden esetre megmagyarázza Mr. Stance visszatértét, hiszen ő ebben a témában igazi szakember. Bizonyára valami újat talált ki, és ezért merészkedett vissza Jorvikra. Tekintettel arra, hogy mi történt a legutóbbi látogatásakor. A fényszertartás elveszett könyve. Mr. Stance megtalálta a fényszertartás elveszett könyvét. Azt a könyvet, amely leírja a léleklovasok, hogyan végzik el a fényszertartás garnok megfékezésére. Jaj, ne! Igazat lehet, Linda. Lehetséges, hogy Mr. Sands megtalálta a könyvet? Most már csak visszafele kell elvégezniük a szertartást, hogy garnok hatalmát megnöveljék. Ha ez igaz, akkor Mr. Sandsnek mindene megvan ahhoz, hogy lerombolja a törékeny falat, amely garnokot elválasztja mi világunktól. Egek irgalmazzatok, éden fégye legyen velünk. Ha Mr. Sands sikerre jár, mindenünk oda veszhet. Nem vehetjük biztos, hogy valóban ilyen rossz a helyzet. Nem, csak reménykedni tudunk, hogy tévedésről van szó. Barátaim, nem tehetünk mást, fel kell tételeznünk, hogy igazunk van, és e szerint kell felkészülnünk és cselekednünk. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, össze kell hívnunk a léleklovasokat. Azonban Lizáról és Enről továbbra sincs semmi hírünk. Quinn annyit ki tudott deríteni, hogy valóban Darkorral az eltűnésük mögött. Több információra lesz szükségünk. Ezen kívül sürgősen el kell kezdenünk Quinn kiképzését, hogy végre igazi léleklovas váljon belőle. Ki tudja, mikor találjuk meg Lizát és Ent. Alternatívára van szükségünk. Mit tehetünk még? Valakinek van ötlete, hogy mivel lehetne keresztezni Darkor terveit? Szerintem ellátogathatnánk megint a Darkorhoz. Most kicsit lassabbak, mert a sötét lovasuk hiányzik, és lovuk sincs elég. Milyen jó lenne, ha sikerülne kiszabadítani Justint, vagy legalább megszerezni a fényszertartás elveszett könyvét, amelyet Mr. Sands megkaparintott. Mondanom se kell, hogy rendkívül veszélyes oda-vissza menni. Ám lehet, hogy megéri kockáztatni, ha ezáltal új információkhoz jutunk. Ezennel lezárom az ülést, hogy további tervekkel tudjunk előállni. Most már tudjuk, hogy nyertünk egy kis időt, mivel ellenfeleinknek új lovat kell szereznünk Justin részére. Elizabeth, te vagy a felelős a tértő, Quinn a lehető legjobb kiképzésben részesüljön. Aztán majd eldöntjük, hogy mi legyen a következő lépés. Hamarosan újra találkozunk. Menjetek békével, druidák és léleklovasok. Jaj, de cuki! Nyakunkon a veszély! Nyakunkon a veszély, igen. Úgy bizony, de. Úgyhogy most visszamegyünk és megnézzük, hogy mit akar nekünk Elizabeth mondani. Ez megint egy hosszas küldetés lesz, amire rámegy majd a fél életem. Úgyhogy hajrá! Sok mindent meg kellett beszélnünk. Minden nagyon fontos volt. Neked köszönhetően most sokkal többet tudunk, mint korábban. Tudjuk, hogy sietnünk kell. Rövid az idő és a sötétség garnok formájába fenyeget bennünket. Gondosan meg kell terveznünk a következő lépést. Akkor tesszük meg a következő lépést, amikor készen állunk rá. Most össze kell állítanunk egy tervet, és elő kell készülnünk, hogy a következő lépés a várt eredményt hozza. Ha a helyzet olyan rossz, mint gondoljuk, akkor egy rossz lépés azt jelentheti, hogy a Darkor sikerre viszi gonosz tervét. Flip úgy véli, hogy el kéne kezdenünk a készülődést egy új expedícióra, a Darkor főhadiszállására, hogy többet megtudjunk a terveikről. Felkereslek, amikor készen állunk az indulásra. Szuper! Sokkal okosabb lettem. Na, hát én mára ennyit szántam. Ennek a főtörténetes résznek egy külön videót terveztem. Úgyhogy mára el is köszönök tőletek, és majd rövidesen újból jelentkezem egy új kezdet része. Nem tudom, hogy mikorra jutunk el odáig, hogy újra főtörténetes küldetést csináljunk, de megpróbálom a főküldetéses feladatokat. Az igen, jókor írott ki. És csak már csak poénból is megnézem, 8 óra van nálam. Reggel 8. Nem baj, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy megpróbálom az ilyen hosszabb főküldetéses feladatokat inkább külön részbe sorolni. Ezzel is átláthatóbb a dolog. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor legközelebb jelentkezek majd következő új kezdetes résszel. További szép napot kívánok nektek. Sziasztok!